Szép estét kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Városi Televízió nézőit. Mai adásunkban a Márton napi hagyományok felelevenítése mellett egyéb friss és aktuális témákkal várjuk Önöket. Mielőtt elkezdenénk a legfontosabb hírekkel, kérem tekintsék meg képes ajánlónkat. Második alkalommal látogatott Nagyatádra Székely László, a Magyar Olimpiai Bizottság utánpótlás sportszakmai főmunkatársa. Új szakképzés indul a 2015-2016-os tanévben a Nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskolában. November 13-án és 14-én lesz a zöld hulladékgyűjtés Nagyatád északi és déli város részében. Az egészségnevelési hét keretében fogadtak vendégeket a Nyitnyigék óvodások. Márton napi felvonulást tartottak a Csillagszem óvoda gyermekei és a gondozók. Egy új klubfoglalkozás indult a városban, melyre elsősorban a társasjátékok szerelmeseit várják a szervezők. Verssel és énekkel készültek azok az idősek és fiatalok, akik egy meghallgatáson vettek részt a kulturális központban. A második kultúrkoktélon Maksa Zoltán humorista szórakoztatta a jelenlévőket. Ma esti társalgunk vendége Orma István polgármester lesz, akivel a 2015-ös költségvetés tervezése mellett az 5 éves városfejlesztési programról beszélgetünk. 7 sportegyesülettel kötött együttműködési megállapodást évekkel ezelőtt a Bárdos Lajos Általános és Sportiskola. Legutóbb a Magyar Olimpiai Bizottság képviselőjének mutatták be tudásukat a gyerekek. Második alkalommal látogatott Nagyatádra Székely László, a Magyar Olimpiai Bizottság utánpótlás sportszakmai főmunkatársa. A Bárdos Lajos Általános és Sportiskola kamaratermében tartott egy prezentációt Boros Bálint, aki röviden összefoglalta a városban folyó sportéletet. Minden évben a Magyar Olimpiai Bizottság sportiskolai szakmai vezetése látogatást tesz, megnézve sportiskolákat. Idén, most a mai nap kerültünk mi sorra, és tulajdonképpen egy szakmai tanácskozás után egy kis gyakorlati bemutatóval egybekötött, tehát intézményi bemutatkozás történt itt. Több mint 100 köznevelési iskola található Magyarországon, melyeknek több mint a felét támogatja anyagilag is a MOB. Székely László elmondta, minden évben ellátogatnak a támogatotti iskolákhoz, így kerül sor ismét a nagyatádi intézményre. Az állami támogatással elsősorban az élsportot támogatják, jegyezte meg a MOB utánpótlás sportszakmai főmunkatársa. Annyiba változott a támogatási rendszer, hogy differenciáltabb lett, egy ösztönző jellegű még motiváltabbá tenni az iskolákat, hogy minél szebb eredményeket érjen. Egyrészt minél szebb eredményeket érjenek el az iskolák. A másik szempont, fontos szempont az, hogy az egyesületi jellegű iskolákkal, vagy az egyesületekkel az iskolák minél szorosabb példaértékű kapcsolatokat tartsanak. Székely László arról is beszélt, hogy az új rendszerben már fejkvóta alapú a támogatás. Nagyon-nagyon fontos az iskolák életébe az anyagi támogatás, főleg azoknak az iskoláknak, ahol él utánsport található, ezeknek a gyermekeknek minél több versenyre el kell jutniuk. Nagyon fontos főleg ebbe a korba a versenyeztetés. Minden évben, minden tanévben támogatásban részesülnek, egy bizonyos kvóta szerint. Itt fontos nyilván az, hogy az iskolákban az egy osztálynyi gyermeke, egy osztály hogy tudnak feltölteni gyermekekkel, mert fejkvóta alapú a támogatás. A fiatalok és a pedagógusok számára örömhír, hogy a 2014-2015-ös tanévben az alsó tagozatosok is megkapták a MOB által nyújtott támogatást, így már mind a 8 év folyamon a kiemelkedő sportteljesítmény nyújtó diákokat segíteni tudja az iskola is. Évek óta megy a sportiskola rendszer, most általában ennek azok az intézmények, amelyek jól dolgoznak, ott támogatást szavaznak meg, tehát támogatott iskolák, de sajnos hogy az anyagi helyzettől függően vannak olyan évek, amikor nem mindenki tudnak támogatni. Így tavaly az alsó tagozatban nem kaptunk támogatást, de aztán utána úgy ítélte meg a kuratórium, hogy megfelelő munka folyik itt a Nagyatádi Bárdosban, és idén visszakaptuk, tehát magyarul az alsó és a felső tagozaton is kapunk állami támogatást, ami azért fontos, mert mind a versenyek szervezésénél, mind a helyi
intézményekben való részvételből tudunk ugye anyagilag hozzájárulni. Az iskolának 7 egyesülettel van együttműködési megállapodása, akik közül mindnyájan bemutatkoztak a szakmai napon. Nagyon fontos az, hogy nekünk van egy olyan régi kapcsolatrendszerünk, ami hát nyugodtan mondhatjuk, hogy a város méretéhez képest szerintem követendő példa. 7 egyesülettel vagyunk kapcsolatban. A 7 egyesülettel egy megállapodás, együttműködési megállapodás van, ami arról szól, hogy mi mivel tudjuk segíteni az egyesületeket, és az egyesületek ennek fejében mivel tudnak minket segíteni. Ez természetesen közös sportról van szó, akár utánpótlás nevelés, versenyeztetés. A rendezvényen Huszár Hajnalka, a Nagyatádi járási tankerület igazgatója, és Iváncsi Gyula, az iskola főigazgatója is jelen volt, aki elmondta, jövőre a vidéki iskolákat is beszeretné vonni a sporttagozatos képzésbe. Az intézménynek az egyik alapcélja, hogy ezt a köznevelési vagy közoktatási típusú sportiskolát tovább vigyen, sőt, ha lehet, kiszélesítse. A bemutató előtti szakmai találkozón említést tett Boros Bálint kollégám arról, hogy megpróbáljuk a beiskolázási körzetünket kiterjeszteni a városon kívülre is. Minőségi sportoktatásra törekszünk, hiszen csak azt támogatják. A tömegsport ez egy más kategória, amiről itt kaphatnak képet, az már valóban az utánpótlás nevelés. Azok a gyerekek, akik már eddig is értek el eredményeket, reményeink szerint ezután is érnek el eredményeket, ezzel öregbítik az iskola és természetesen Nagyatád hírnevét is. A Rinyamenti KC Leány és Jó együttesei, a Nagyatádi RGSE fiataljai, a Nagyatádi Judo Klub növendékei, a Kiyokushinkai Karate Klub sportolói, a Nagyatádi Futball Klub fiúcsapata és a Triatád ifjú versenyzői is bemutatták tudásukat a programon. Példaértékű munka folyik. Mint az értekezleten is láthattuk, hogy nagyon-nagyon jó a kapcsolat az egyesületekkel, ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Az iskolában nagyon szép munka folyik. Tehát egyrészt az iskolában a pedagógiai munkának példaértékűnek kell lenni, a sportszakmai rész főként az meg az egyesületekbe valósul meg, ezért is fontos a példaértékű, mintaértékű szoros kapcsolat. Tavaly is nagyon szép bemutatót láthattunk, és ez a bemutatónak a minősége, ha mondhatom, még javult is, és említettem a Boros Bálint tanár úrnak is, hogy már kíváncsi a várom, hogy jövőre mivel fog várni. Egy kicsit gyakorlati jelleggel azokat a sportolóinkat bemutattuk, akik különféle eredményeket értek el, érnek el, természetesen országos eredményekről beszélünk, és egy kicsit felvillantottuk, és megint egy ilyen mini sportág választót tudtunk itt megrendezni egy szűk órában, ahol a testnevelő és az edző kollégák segítségével oldottuk ezt meg, és itt ezúton is köszönöm valamennyinek és valamennyi résztvevőnek is. Úgy gondolom, hogy elérte a foglalkozás úgymondva a célját, mert nem csak a pályán levők, hanem a pályaszínén ülők is jól érezték magukat. A nagyatádi sportegyesületeknél, illetve az általános iskoláknál is kimagasló szakmai munka folyik, melyet tovább szeretnének fejleszteni, annak érdekében, hogy a 2015-2016-os tanévben is támogatott legyen az intézmény a Magyar Olimpiai Bizottság által. Pályaválasztási nyílt napot tartottak az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskolában az elmúlt hétvégén. Az intézményben a 2015-2016-os tanévben induló szakképzések mellett 4 és 6 évfolyamos gimnáziumi képzésről kaptak bőve felvilágosítást az érdeklődők. Új szakközépiskolai képzés indul 2015. szeptemberétől a Nagyatádi Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskolában. Az intézményben egy nyílt nap keretében tájékoztatta a leendő tanulókat és szüleiket Horváth Attila. Szakképzési tagozatunkon induló képzések egyik se könnyű, viszont a végén nagyon nagy eséllyel munkát kaphatnak a diákok, akik ezt vállalják. Az az újdonsága, hogy most már második alkalom 4 plusz 1 év alatt már szakmához juthatnak a diákok, régebben ez 4 plusz 2. A hagyományos szakjaink indulnak, így mint a gépész és az informatika. Szeretnénk nagyon beindítani az egészségügyi szakképzést, úgy tűnik, hogy nagyobbra az érdeklődés. Az informatikai, a gépész és az egészségügyi képzés mellett a 2015-2016-os tanévben a közgazdasági képzést szeretnék elindítani az iskolában. Az újonnan bevezetésre kerülő szak elvégzésével pénzügyi és számviteli ügyintézői végzettséget szerezhetnek a diákok. A nyílt napon a gimnáziumi képzések iránt is nagy volt az érdeklődés a gyerekek részéről. Az általános gimnáziumi osztályunk az a hagyományosnak mondható gimnáziumi osztály, egy-két különlegessége van. Például nagyon nagy különlegesség, hogy választhatnak katonai alapismeretek nevű tárgyat, illetve az is nagyon fontos, hogy emelt óra számban tanulják azért az egyik idegen nyelvet, az első idegen nyelvet, és emeltebb az óra számok az informatikából is.
A másik, az nevében is benne van, emelt óraszámú nyelvi képzés biztosít, ami nagyon hasonlít az előzőre, de még a nyelvi óráink nagyobb számok lesznek, főleg 11-12. Osztályban, ahol pluszba választhatnak még plusz két-két nyelvórát. Jó hír a diákok számára, hogy egyik szakképzésre sem kell felvételizniük, hangoztatta Horváth Attila. Külön feltételt mi nem tettünk, az általános felvételi eljárás szerint veszük fel a diákokat, ami annyit jelent, hogy felvételi nincs, ellenben a 7. évvégi és a 8. félévi jegyeket 5 tantárgyból számítjuk be. Az 5 tantárgy a magyar, matematika, történelem, idegen nyelv és fizika. Felvételi csak a 6 évfolyamos gimnáziumi osztályoknál van. Ez mindenhol most megkötelező, ahol december 9-ig kell jelentkezni a központírásbeli felvételire, és január 17-én fogják ezt írni. És ezeknek az eredménye és a hozott eredményekből adódik ki az összpontszámuk. A kötelező tantárgyak mellett sportolási és egyéb szabadidős elfoglaltság közül is választhatnak a nagyotádi iskolában a tanulók. Nálunk nagyon széles körű a szabadidős lehetőség és a sportfoglalkozások is. A diák hetünk, ami az egyik legnagyobb programunk. A diákok által legkedveltebb tudomásom szerint, amikor diákigazgató választása fog záródni. 4 végzős osztályunk van, mindegyik végzős osztályunk egy-egy diákigazgatót jelölt, és őt fogják propagálni a héten, és a szombati napon pedig el fog dőlni, hogy ki lesz a diákigazgatónk. A sportolási lehetőségeink nagyon széles körűek, mindig visszük a gyerekeinket különböző labdajátékokból, de ugyanúgy atlétikából, külön, ami is tényleg specialitás a gimnáziumnak, sakkunk is van. Emellett tollaslabdázni és pingpongozni is van lehetőségük a tanulóknak. Az iskolában a következő nyílt nap 2015. január 10-én lesz. A felvételi jelentkezési lapok leadási határideje 2015. február 13-a. November 13-án és 14-én gyűjtik össze a zöld hulladékokat a Viridis Pannonia munkatársai. A céget Horváth Balázs mutatja be önöknek a most következő percekben. 2013. december 1-től a Viridis Pannonia Nonprofit Kft. Látja el a hulladékszállítás Nagyatádon. A korábban Netta Pannonia nevet viselő cég a hulladéktörvény előírásai miatt adta át a közszolgáltatással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a jelenlegi Kft.-nek. Ezzel az országban az elsők között váltunk arra alkalmassá, hogy közszolgáltatást végezzünk. Megvolt az OHÜ engedélyünk, a minősítésünk, valamint a non-profit cégforma is rendelkezésünkre állt. Így némiképp megváltozott névvel, de bízom abban, hogy hasonló magas szintű munkavégzéssel állhatunk a lakosság és az egyéb partnereink rendelkezésére. A cég több mint 100 településen látja el a hulladékszállítással kapcsolatos feladatokat. Számunkra nagyon fontos az, hogy a cég átalakulással kapcsolatosan minden munkahelyet meg tudtunk őrizni, így Nagyatád városában is közel 30 fővel dolgozunk. Ellátjuk a közszolgáltatást Nagyatádon kívül még 105 másik településen, a Viridis Pannonia Nonprofit Kft.-vel, valamint egy másik, szintén nonprofit jellegű cég végzi a közszolgáltatást Nagykanizsán. Az utóbbi időszakban is bővült a települések köre, és ez azt támasztja alá, hogy az általunk végzett közszolgáltatással az önkormányzatok elégedettek. A szelektív hulladékgyűjtésre is nagy hangsúlyt fektetnek a városban. Legutóbb a veszélyes hulladékokat adhatta le díjmentesen Nagyatádon a lakosság. Az elmúlt évek tendenciáit meghaladó módon több mint 1 tonna veszélyes jellegű hulladék összegyűjtésére került sor idén össze, valamint az is egy roppant örvendetes tény, hogy az idén először meghirdetett elektronikai hulladékgyűjtési akcióba is közel 1,5 tonna hulladékot sikerült összegyűjtenünk, ami így hasznosítóknak átadva újból felhasználásra tud majd kerülni. Csak úgy, mint a Berdencei úton található hulladékkomplexumon belül egy hulladékudvar és egy átrakó állomás került kialakításra, ahol szintén ingyenesen adhatják le feleslegessé vált papír, üveg vagy műanyag holmiaikat a nagyatádiak. A cég életében az egyik legnagyobb beruházás volt, közel 200 millió forint értékű, hogyha valamennyi hozzá kapcsolódó gépet és berendezést ide számítom. Itt a nagyatádi lakosságnak az egész nap folyamán
fenntartási időben lehetősége van az összes elkötetten gyűjtött hulladékot, ami a szelektív hulladékgyűjtő szigeten nem elhelyezhető, mondjuk papírkarton, adott esetben a méreténél fogva, díjmentesen átadni a részünkre. Az ott összegyűjtött hulladékok mennyiségéből adódóan azt mondhatom, hogy nagyon fontos volt ez a beruházás. A Mecsek Dráva hulladék gazdálkodási program megvalósítása a végéhez közeledik, melynek keretében már elkészült a hulladékudvar, és az elmúlt időszakban az edények kihelyezését is megkezdték a szakemberek. Jelen pillanatban az eszközök telepítése folyik, ebből már egy-két hulladékgyűjtő edényt találkozhattak is a szelektív szigetek környékén. Itt nagyon fontos lesz az, hogy az önkormányzattal, a polgármesteri hivatallal együtt gondolkodva olyan rendszer kialakítását valósítsuk majd meg, ami a lakosság érdekeit szolgálja. Én arra kérném ezúton is Nagyatád lakosságát, hogy figyelje majd a híradásokat, abban igyekszünk majd pontos információkat biztosítani a részükre. Az ősz beköszöntével egyre több zöld hulladék keletkezik a településeken. A cég munkatársai erre is megoldást találtak. A polgármesteri hivatal felkérésére, habár a közszolgáltatási szerződés ezt nem tartalmazza, idén ősszel is elvégezzük a zöld hulladék összegyűjtését. Ezen zöld hulladék összegyűjtése során közel 100 tonna olyan zöld hulladékot ártalmatlanítunk, illetve kezelünk, amely így nem a rakóba kerül, hanem komposztálásra és így hasznosításra kerül az adott létesítményben. Arra kérnénk a lakosságot, hogy ezen hulladékokat tényleg válogatva és a hirdetésben megjelenített módon szíveskedjék az adott helyre kiközelíteni, hogy a munkatársaink ezt minél gyorsabban tudják összeszedni. Idén ősszel a zöld hulladék gyűjtésre 2014. november 13-án és 14-én kerül sor Nagyatádon, az északi és a déli város részben. Három intézmény gyermekei játszottak, sportoltak a Nyitnyikék óvodában. A fiatalokkal az egészséges táplálkozás és a sok mozgás fontosságára hívták fel a figyelmet az óvónők. Paprika, hagyma, paradicsom, sárgarépa és saláta. Ez az öt zöldségnevet viselő csapat vetélkedett az egészségnevelési hónap keretében rendezett programon a Nyitnyikék óvodában. Nagyatád óvodáiba november az már régi hagyomány szerint az egészségnevelésnek a hónapja, és mi már hetedik alkalommal rendezünk olyan programot, ahová más óvodákat is meghívunk egy vidám délelőtre, ahol a gyerekek egymással is ismerkedhetnek, és játékos módon az egészséges táplálkozással, a testünkkel, az érzékszervekkel és minden más olyan dologgal, ami az egészséges életmódhoz hozzátartozik. Az óvónők arra is figyelnek ezeken a rendezvényeken, hogy a gyerekek ne csak elméleti tudást kapjanak, hanem hogy jól is érezzék magukat. A Nyitnyikék, a Napsugár és a Hétpettyes óvodások évek óta jó barátságot ápolnak egymással. Ez a három óvé már a nyári ügyeleti időben is együtt van, tehát nagyon sok ismerős gyerek és szülő van, és várják már ezeket a programokat, amikor mi így hárman együtt vagyunk. A három intézmény fiataljaiból öt csapatot alkottak a programon, akiknek különféle feladatokat kellett végrehajtaniuk az állomásokon. Ebben az évben zöldség lesz minden csapatnak a jele, amilyet húz, olyan csapatba fog kerülni, tehát nem maradnak együtt a saját óvodájukkal, így is egy kicsit a közösségépítést, az együtt dolgozást, az együttműködést segítjük a gyerekeknek. Öt állomás lesz, ahová a nagycsoportosok, középsősök végig mennek, az érzékszervekkel foglalkozunk, a testünkkel foglalkozunk, mozgás lesz a folyosón. Ilyenkor az óvodának szinte az összes helységét belakjuk, hiszen az öltözőkbe, étkezőkbe, terembe, folyosón mindenhol csapatok barangolnak és csinálják a feladataikat. S hogy bebizonyítsák nekünk, milyen ügyesek is az óvodások, Kosztelecki-ra fel is sorolta nekünk az öt érzékszervünket. Szemünk, látunk vele, fülünk, hallunk vele, szánk, eszünk és beszélünk vele. Az orrunk, szagolunk vele, a kezünk, tapogatunk valamit, és meg lehet vele érezni mit. Szoktál otthon gyümölcsöt enni? Igen, szoktam, nagyon szeretem az almát. Miért fontos, hogy sok gyümölcsöt és zöldséget tegyünk? Hogy egészségesek legyünk.
A fiatalokkal megpróbálták játékos formában megtanítani a felnőttek, miért fontos, hogy sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasszunk, és hogy miért van szüksége testünknek a sok mozgásra. Az egészséges életmódról ne csak olyan formában kapjanak ismereteket, hogy az óvónéni közli és elmondja, hogy mi lenne a jó, hogyha ők úgy élnének, hanem tapasztalják meg, tevékenykedjenek, csinálják csapatokba, párokba együtt ügyesen, hiszen amit a gyerek saját maga végez, saját maga tesz meg, az beépül a tudásába jobban, mint hogyha én elmondom neki, hogy ezt kellene csinálnod, ha ő maga is megteszi. S mivel a gyerekek ügyesen hajtották végre a feladatokat és helyes válaszokat adtak az óvónők kérdéseire, egy meglepetés vendéggel kedveskedtek nekik a felnőttek. Máté Attila énekelt nekik néhány zöldségről, gyümölcsről szóló dalt, ugyanakkor saját szerzeményei közül is elhozott párat a Nyitnyikék, a Napsugár és a Hétpettyes óvodásoknak. Minden autóbószer kinyitja a szemét. Minden csillagszem most bent a vagyok. A holtuk varában játszanak ők nagyot. Márton napi felvonulásra várták időseket és fiatalokat a Csillagszem óvoda gyermekei és a gondozók. A Liba napi programot első alkalommal rendezték meg az intézményben. Márton napján, aki libát nem eszik, egész évben éhezik. Ez a mondás csak egy a sok közül, melyet felelevenítettek a Csillagszem óvodában a gyerekek és a gondozók. Már az intézmény udvarába belépve textilből készített libák fogadták a látogatókat, jelezvén valamire készülnek az óvodában. Mi is szerettünk volna az óvodánkba ezt hagyományát tenni, illetve megemlékezni róla. Nagyon-nagyon tetszik nekünk. Úgy terveztük, hogy egész a megelőző napokban különböző dolgokkal készültek az óvónénik és a gyerekek, a vizuális technikák közül libát vartak, festettek, ragasztottak, kéznyomdázás volt, tehát Liba és Márton nap témában. Aztán minden csoport sütött. A libás alakú süteményeket lelkesen és nagy gondossággal készítették a gyerekek, melyeket közösen fogyasztottak el. Libás mondókákat, énekeket is tanultak az elmúlt napokban a fiatalok, melyeket szintén előadtak a felnőtteknek. Úgy terveztük, hogy gyakorlatilag az új kis tűzlakóhelyünket felavatva egy mártonnapi nagy tüzet rakunk, amiből majd este a gyerekek által készített kis lámpácskákba tüzet fogunk rakni, tüzet fogunk adni, és a szülőkkel, nagyszülőkkel, óvónénikkel csoportokba rendeződve, szépen sorba, csendben elvisszük ezt a meleg fényt és szeretetet a város lakóinak, illetve egymásnak. A séta során több helyszínen is megálltak a felvonulók, ahol libás játékokat játszottak és énekeket énekeltek a gyerekek. A dalokkal, mondókákkal és az apró fényekkel nem csak a mártonnapi hagyományokra szerették volna felhívni a figyelmet az óvodások. Gyakorlatilag ugye a Márton és a Liba szorosan kapcsolódik egymáshoz, de a Márton, mint nagy jótevő, a mártonnapi tüzek kapcsán kapcsolódhat a mi kis lámpásainkhoz, és ezek a fények, ezek a lámpácska fényei már kicsit előrejelzik a karácsonyi csendet és a karácsony fényeit, ugyanis nagyon-nagyon rövidek már a napok, közeledik a tél, jön a téli nagy sötétség, és ezáltal innentől kezdve már a karácsony időszakra készülve vinnénk fényt a város lakosainak különböző programokkal és különböző énekekkel. Visszaérve az intézménybe, zsíros kenyérrel kínálták a program résztvevőit a szervezők, akik remélik, az első alkalommal megszervezett mártonnapi felvonulás hagyománnyá fog válni a Csillagszem óvodában. Kedves nézőink, az elmúlt heti adásunkban az Aranykakas étteremmel közösen egy SMS játékra invitáltuk Önöket. Engedjék meg, hogy ezúttal köszönjük meg a rengeteg helyes választ beküldőnek, hogy velünk játszottak. A megfejtéseket 2014. november 10-én reggel 8 óráig vártuk. A nyerteseket Takács Róbert, az Aranykakas étterem tulajdonosa sorsolt, aki november 10-én fél 12-kor. A nyertesek kiértesítésre kerültek. A három szerencsés egy-egy degusztációs menüt nyert a november 11 és 15 között tartó Márton napi libalakomára az Aranykakas étterembe.
Egy három tagú zsűri előtt kellett bemutatniuk tudásukat azoknak az időseknek és fiataloknak, akik jelentkeztek a Nagyatádi Kulturális és Sportközpont, valamint a Kaposvári Rockszínház Társulat közös szervezésében meghirdetett összejövetelen. Nagyon megható élmény volt részt venni a meghallgatáson. Nem az első alkalom, hogy találkoztunk ezzel a közösséggel. Először, amikor találkoztunk, akkor megbeszéltük, hogy mit is szeretnénk közösen tenni, mi a célja ennek a találkozónak. Mi is azt szerettük volna felmérni, hogy kik azok a tehetséges gyerekek, felnőttek, akik benne lennének abba, hogy együtt közösen csináljunk valamilyen színpadi produkciót, és hát lehetőség szerint a fő cél az, hogy esetlegesen egy musicalt is színpadra állítsuk. A 21 jelentkező ének, tánc és próza kategóriában bizonyíthatta tudását. A fiatalok közül többen mindháromban jeleskedtek, míg az idősebbek inkább énekhangjukat csillogtatták meg a zsűri előtt. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy már most néhány nagyon tehetséges fiatal előkerült, ez nem csak én, hanem a zsűrinek a véleménye is, akik a Kaposvári Rockszínház Társulat tagjai, akik eljöttek közénk a meghallgatásra. A szép számú jelentkezőből a leginkább alkalmasabb személyekre később is számítanak mind a Rockszínház tagjai, mind a Kulturális Központ munkatársai, akik komoly terveket tűztek ki a jövőre vonatkozóan. Az alapcélkitűzés az volt, hogy legalább egy énekelni szerető kis stúdiót alakítsunk itt a Kulturális Központ falai között. A fő célkitűzés pedig, hogy valamikor esetlegesen akár a Kaposvári Rockszínház Társulat művészei, előadói között színpadon szerepelhessenek azok, akik eljöttek hozzánk. Én azt gondolom, hogy ha a végcélt is biztos, hogy elérjük, egészen biztosan, hogy egy jó dramaturgiával rendelkező színpadi produkciót előbb-utóbb színpadra tudunk állítani, az is lehet, hogy ez egy kisebb musical lesz, és hát azt sem zárom ki, hogy kerülnek elő olyan tehetségek, akik később a felnőtt társulatba folytatják a munkájukat. A legutóbbi meghallgatással nem ért véget a jelentkezési határidő. Bárki, aki úgy érzi, szeretne bizonyítani a színpadon is, vagy csak szeretné egy jó társaságban kellemesen és hasznosan eltölteni a szabadidejét, bátran jelentkezzen a Nagyatádi Musical csapathoz. Egy ilyen musical stúdió indulás közben formálódik. Nagyon örülünk, hogy már az induló közösség az már jó alapokat a további munkához. Ezt szeretnénk továbbfejleszteni, de nyilvánvalóan várjuk az új jelentkezőket is a csapatba. A következő összejövetel is még az ismerkedés jegyében fog telni, hiszen ahhoz, hogy egy tökéletes darabot láthasson majd a közönség, rengeteg gyakorlásra és meg annyi próbára lesz szükség. Egy új klubfoglalkozás indult a Kulturális Központban, melyre elsősorban a társas játékok szerelmeseit várják a szervezők. Az első alkalmon a Resistance-szal ismerkedhettek meg a résztvevők. Játéktér. Ez a neve annak a kezdeményezésnek, melynek legutóbb házigazdája volt a Nagyatádi Kulturális Központ. Stettner Zoltánnak több mint 70 társas játéka van, melyek közül jó párat elhozott magával a programra. Stratégiai játékok, kártyajátékok, tehát minden típusú játék megtalálható itt. Úgy gondolom, hogy Nagyatádra ráfér az, hogy egy ilyen közösségi dolog létrejöjjön még itt, főleg a fiatalok körében. Úgyhogy remélem, hogy egy stabil csapat fog itt hétről hétre megjelenni. Stettner Zoltán gyerekkora óta lelkes társasjáték rajongó, akivel édesapja szeretette meg a régi táblás játékokat. 6 éves koromtól édesapámmal rendszeresen társasoztunk, és akkor az, az igazság, hogy amikor már kicsit idősebb lettem, ilyen 14-15 éves, akkor ez elmaradt, de az akkori osztálytársaim vevők voltak erre, és az, az igazság, én alapvetően pécsi vagyok, és Pécsen is, amikor esetleg haza tudok menni így hétvégente vagy a szünetekben, akkor mindig már szervezzük előre a társasjátékklubokat, hogy éppen melyik nap kivel fogunk játszani. A 21. században sok fiatal el sem tudná képzelni, hogy másképp is lehet játszani, nem csak a számítógépeken. A társasjátékokról van egy elég nagy tévhit, hogyha valaki a társasjáték szót meghallja, akkor úgy gondolja, hogy a kinevet a végén és az Activity, Monopoly 3-as az, ami ilyen nagy favorit. Én az az igazság, hogy azzal a céllal is vagyok itt, hogy ezt a 3-ast egy kicsit eloszlassam, és olyan játékokkal ismertessem meg az érdeklődőket, amik hát olyan stratégiai játékok, amik főleg szerencse nélküliek, tehát hogy csak a saját erődből minél jobb helyezést érj el, tehát gondolkodás, kreativitás, önismeret és társismeret is kell. Stettner Zoltán évek óta próbálja megszeretetni ismét a társasjátékokat idősekkel és fiatalokkal. Az első foglalkozáson a Resistance nevű játékkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. Ez a játék
az pontosan azért nagyon nehéz, mert meg kell bíznod a másikban, de nem tudod, hogy kiben bízhatsz meg, úgyhogy ez egy, szerintem ez egy jó közösség kovácsoló, és a nevetés által szerintem ez egy ilyen jó bemelegítő játék lesz mára. A foglalkozás vezetőjének több tucat társas játéka van, így a legutóbbi csak egy volt a sok közül, melyet kipróbálhattak az érdeklődők. Az az igazság, hogy minden nap olvasok társasjátékos híreket, mindig utána olvasok, főleg angol oldalakon, hogy mik az újdonságok, és akkor azokat megpróbálom minél gyorsabban beszerezni. A játéktér elnevezésű foglalkozáson általános iskola 7.-8. osztályos diákjai mellett akár a 70 évesek is részt vehetnek, melyre minden csütörtökön kerül sor a Kulturális Központ kamaratermében. 2012. novembere óta működik az országban a Nyitott Bíróság program, melyhez az Adjenre gimnázium is csatlakozott. A cél, hogy jobban megismerjék a bíróságon dolgozók munkáját a fiatalok, és hogy az iskola elvégzése után minél többen válasszák a jogi egyetemet. Több tucat diák vesz részt a 2014-2015-ös tanévben a Nyitott Bíróság programban. Legutóbb egy előadás keretében ismerhették meg az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola tanulói, milyen a bíróságok felépítése, működése és hogy mi is a feladata a kúriának. A Nyitott Bíróság program az Országos Bírósági Hivatal kezdeményezésére indult program 2012-ben. A célja ennek a programnak az, hogy a diákok, a középiskolások jobban megismerkedjenek a bíróságok működésével, tisztában legyenek alapvető eljárási jogaikkal, kötelezettségeikkel, ugyanis ennek alapján később a bíróságokba vetett bizalom is növekszik, jobban elfogadják a bíróság döntéseit, illetve tiszteletben tartják azt. A Nyitott Bíróság programnak a mottója, hogy attól félsz, amit nem ismersz, tehát ebbe is benne van az, hogy ha a gyerekek jobban tisztában vannak a bíróságok működésével, akkor szívesebben is fordulnak a bíróságokhoz. A programba a bírák és az iskolák is önkéntesen léphetnek be. A kúria, az ítélőtáblák, a 20 törvényszék, a több mint 100 helyi bíróság és az Országos Bírósági Hivatal egyaránt részt vesz a kezdeményezésben. Legutóbb a Nagyatádi Járás Bíróságon látták vendégül a diákokat, akik egy tárgyalóteremben ismerkedhettek meg részletesebben is a bírók és az ülnökök munkájával, kötelezettségeivel. A Nyitott Bíróság programnak a mai előadásán a gyerekek, a diákok alapvető eljárási jogokról hallottak egy pár szót, illetve a bíróságok működéséről, igazgatásáról, a büntetőeljárások, polgári eljárások és az egyéb bírósági eljárások menetéről is. A Nyitott Bíróság program keretében többfajta program lehetőségük van a diákoknak, hiszen a cél az, hogy a középiskola elvégzése után minél többen válasszák a jogi pályát. Előfordulhatnak tárgyaláslátogatások, lehet adott esetben az, hogy osztályfőnöki órát tartanak a bírók, illetve titkárok, akik részt vesznek ebbe a programban, az adott iskolában előadásokat hallgatnak a diákok, illetve bírósági épületeket látogatnak, vagy a 18 éves kort betöltő fiatalok már börtönlátogatásokra is mehetnek. Perszimulációra is lehetőség van a Nyitott Bíróság program keretében. Ez adott esetben azt jelenti, hogy a diákok maguk eljátszanak egy bírósági tárgyalást, akár büntető, akár polgári ügyszakban, és ebben is segítséget nyújtanak a bírók nyilvánvalóan. Nagyon szeretik ezt is a diákok, de ez országos szinten már több helyen nagy népszerűségnek örvend. A jogi ismeretterjesztő kezdeményezéshez országszerte több középfokú oktatási intézmény csatlakozott. Már az előző tanévben is oktatták a diákokat a Nagyatádi Járásbíróság munkatársai, akik az életkori sajátosságoknak megfelelően nagy hangsúlyt fektetnek a fiatalkori áldozattá válás, illetve a fiatalkorú bűnözés, az internetes bűncselekmények, a kábítószerrel való visszaélés, vagy éppen a diákság jogainak és a munkavilágába való belépésnek a kérdéseire. A távlati tervek között szerepel, hogy a tantervbe is beépüljenek a jogi alapismeretek, hiszen napjainkban már a mindennapi élethez nélkülözhetetlen a polgári jog, a munkajog, a cégjog, a bank és biztosítási jog, vagy éppen a szabálysértési jog elemi szintű tudása. A második kultúrkoktél elnevezésű programon a Fata Morgana együttes mellett Maksa Zoltán lépett fel a Kulturális Központban. Az ismert humorista poénjaitól szem nem maradt szárazon a rendezvényen.
A novemberi kultúrkoktél keretében a Fata Morgana együttes és Maksa Zoltán humorista szórakoztatta a nagyetádi közönséget. Harkály Gyula és társai közismert rock és blues notákat hoztak az estére, mely kellőképpen megalapozta a hangulatot a humorista Best of Maksa című önálló estjéhez. A Maksa Híradó és a Maksa Vízió sztárja ezúttal önálló estjei legjobb részleteit osztotta meg a hallgatósággal. A fellépés előtt beszélgettünk vele pályafutása kezdetéről, jelenlegi terveiről. Általános iskolában már születtek, humorosnak gondolt írásai, de Isten igazából középiskolában kezdtem el. Vegyész vagyok eredetileg, vegyész a szakmám. Az igazi humorizálást egy osztálytársammal humorduót alakítottunk, és így ketten közösen hűítettük az osztályt. Érettség után elmentem a kőbányi gyógyszeráru gyárba laboránsnak. Ott is ment a hülyeség, felléptem a brigád rendezvényein. Vezettem a gyári fordulón ifjúsági klubot, és írtam a helyi újságba, és az ottani kollégák lögdöstek, amikor 81 őszén meghirdette a Magyar Rádió Humor Fesztivált, hogy jelentkezz, mert ott a helyed. Úgyhogy először csak szerzőként, aztán a 90-es Humor Fesztiválon már előadóként is a közönség elé léphettem, és ennek nyomán 91-ben indult el a Maksa Híradó, és egész 2004-ig élt, illetve él, mert hogy a Rádió Kabaréban idén januártól ismét van, hála Istennek. A humorérzék sok mindenben segít az életünk során, számos kilátástalannak tűnő élethelyzet válik elviselhetőbbé a segítségével. Az sem mindegy, hogy az ember milyen mintát hoz otthonról, hangoztatta a humorista. Tény az, hogy van egy családi örökség, úgy mondom, bár ez szinte minden magyarnak megadatik, más kérdés, hogy használja ezt a bizonyos csodálatos humorérzékpanelt a fejecskében, vagy sem. Az egyik ágam székely, a másik oldal a bácska, úgyhogy miért pont Budapesten találkoztak, nem bocsátom meg soha. Tény az, hogy mindkét nagymama vidéken élt, és mind a két helyen, hát ugye Kalocsára költöztek később, illetve Heves megyébe, tudtam gyerekeskedni egy kicsit. Ezért már akkor megtanultam végtelenül tisztelni, megbecsülni a parasztember munkáját, imádni az agytekervényeit, a humorát, hogy a mai napig óriási vidékrajongó vagyok. Maksa Zoltán már több mint 30 éve van a pályán. Azóta számos trendváltozás történt a Magyar Humor házatáján. A pódium, a színpad iránti szerelem mégis örök marad. Annak idején a 80-es években, amikor elkezdtem csinálni, nem tudtuk, mi az a fél órás fellépés. Tehát csak egy óra tíz, másfél óra ilyeneket nyomtunk, sokszor napi hármat is, Nagy Bandó Andrással szólóban is, meg együtt is. Úgyhogy ő volt az én mentorom, mai szóval élve, ő segített ezen a pályán az első években. Tehát itt érzem Isten igazából otthon magam, itt tudok építkezni a legjobban, főleg ha önálló est idézőjelben van, tehát legalább egy 50 percet együtt tölthetünk, vagy akár többet is, mert akkor teljes önmegvalósításban tudok egy kicsikét így hogy mondjak, leledzeni. Az ilyenfajta fellépésnek az a sajátossága, hogy nincs két egyforma előadás. Mivel minden helyi sajátosság más és más, hát ha van olyasmi valami, amit bele lehet szőni a műsorba, vagy éppen aktuális. Kicsit utána néztem a honlapon a város történetének, és lenyűgözött már a története is, meg a honlap is, mert nagyon szép, és örömmel látom, hogy keresztül jöttem rajta, hogy már megint szebb lett. Ugye, ne is menjünk messzire, itt van az gyönyörű művelődési központ, úgyhogy szépen alakul a helyzet. Hát mennyi szerencsével jár az, hogyha valaki véletlenül vizet keres és talál egy artéz út mélyen, nem tudom, 900 méterre vagy hány méterre ilyen csodálatos gyógyvizet, hát lám-lám. Maksa Zoltán másik nagy szenvedélye a zene. Több lemeze is jelent már meg, számos zenekarban játszott. Ezúttal a színpadon ugyan nem fogott hangszert, de felidézte zenei pályafutásának néhány állomását a jelenlévőknek. 77-ben alakult első rákzenekarom, szintén ilyen kemény rákzenét játszottunk, tüdőrákzenének hívtuk, de mindegy. Futótűz néven Pesterzsébet szerte ismerős volt, illetve hát addig, amíg elhaladszott, addig volt népszerű, szoktuk mondani. Úgyhogy utolsó zenekarom 2011-ben oszlott fel, Médiász volt a neve, és a médiában dolgozó emberek, három operatőr, illetve két humorista alkotta a csapatot, és hát azért is szerette nagyon a nép, mert hogy a számok között stand-up ment, tehát végül is maguk a számok is át voltak írva a hülye szövegre, tehát például Quint énekeltünk kínaiul, meg Uchrin Benedeket Resmetában és hasonló dolgok, szóval nagyon-nagyon szerették.
A szeszélyes évszakok megszűnése óta ritkábban láthatjuk a tévé képernyőjén. A humorista mégsem unatkozik. Járom az országot folyamatosan, egy kis elégtétellel bevallom őszintén, miután jött az új generáció, és ezt a legnagyobb szeretettel mondom, az ifjú humorista stand-upos generáció, és hát annyira sokan vannak, hogy valami hihetetlen. Ráadásul a stand-up-ba azért kell vigyázni, mert nagyon uniformizál, tehát nehéz külön új szint hozni bele, vagy valamitől egyéniséggé válni. Hát 6 ember most is van, akinek ez sikerült, illetve 8 is, ha egy kicsit tágabban veszük a kört, aki engem is meg tud nevettetni, de a többi 30 az bizony elég érdekes helyzet. Helyzetet teremt, egyfajta túlkínálat jellemzi a szakmát, és sok művelődési házban hallom a népművelőktől, hogy olyan jó esik magukhoz visszanyúlni egy kicsit, Maksa úr, hogy lássuk ennek az egésznek a gyökerét, és hogy bebizonyítsák, hogy politika és trágárság nélkül is lehet szórakoztatni manapság. Az egyórás poén áradat végeztével újra a Fata Morgana zenekaré lett a színpad, akik blues dalamaikkal szórakoztatták tovább a közönséget. 3 egyetem szobrász hallgatóinak a munkáját tekinthetik meg a turisztikai központban az érdeklődők. A tárlaton a főszerepet a fa kapja, melyet ezúttal különféle anyagokkal, fonállal, fémmel ötvöztek az alkotások megálmodói. 3 egyetem diákjainak munkái tekinthetők meg a nagyatádi turisztikai központban megnyílt kiállításon. A szobrokkal csak a baj van, mondta Szabó Ádám szobrászművész a nagyatádi tárlat megnyitóján. Szatirikus hangvételű méltatásában azokra a nehézségekre hívta fel a megjelent érdeklődők figyelmét, amivel egy szobrász, főként ha kezdő, találkozik az alkotás fázisaiban, vagy a bemutatók alatt és után. A faszobrokkal különösképpen nehéz bánni, mert az alkotó kezét megkötik a fa adottságai, a rendelkezésére álló eszközök, a fizika szabályai. A fából csak elvenni tud, nagy ritkán hozzátenni, de csak a legritkább esetben úgy, ahogy azt elsőre megálmodta. S hogy a közönség is ugyanazt látja-e majd benne, amit ő meg akar mutatni, az sohasem biztos. Stábunkat Gálhidi Péter, a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász tanszékének művésztanára avatta be a most bemutatott faszobrok értelmezési lehetőségeibe. Az, hogy milyen abstrakciós szinten áll egy szobor, az manapság már nagyon nehéz tisztán abstrakt és tisztán figurális szobrokra elkülöníteni. Inkább egyéni utak jelennek meg, nagyon sokféle út. Keresgéli a saját útját egy fiatal ember, és hát talán egy ilyen kiállításon az is erősen érezhető, hogy ez hányféle út lehet. Tehát újabb és újabb anyagokat vonnak be. A klasszikus tartalmakat próbálják bővíteni sok irányba, vagy éppen megtagadják a klasszikus tartalmakat. Hát itt láthatunk olyan szobrokat, amelyek nem is fából készültek, de a nagyatádi művészteleppen eltöltött idő élmény anyagából táplálkoznak. A most bemutatott szobrok részben vagy egészben a nyári alkotóidény alatt készültek a nagyatádi faszobrász alkotótelepen. A Magyar Képzőművészeti Egyetem mellett a Kaposvári Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem is képviselteti magát a tárlaton. Vannak olyan hallgatók, akik most ismerkednek a fával, és vannak olyanok, akik tapasztaltabbak. A Budapesti Képzőművészeti Egyetem részéről vannak olyanok, akik már diplomáztak, sőt, művésztanárok is dolgoztak. A megnyitó ünnepségen Harkály Gyula és Csuka Márton gitárjátékával emelte a hangulatot. Pünkösd Márton, a Nagyatádi Kulturális és Sportközpont igazgatója beszélt a 2014-es alkotóidény során a városban tartott alkotótáborokról és a művésztelep hosszú éves hagyományairól is. Orma István polgármester is méltatta a fiatal művészek és tanáraik munkáit. 39 évvel ezelőtt szervezték az első alkotóidényt Nagyatádon. A művésztelep népszerűsége a fiatal szobrászok körében azóta is töretlen. Gálhidi Péter művésztanár szerint ennek van egy titka is. Az a fajta kis sziget hangulat vagy elzártság, amit itt Nagyatádon egy művésztelep alkalmával megélnek a diákok, ráadásul egy nagyon szép természeti környezetben, ez egészen más. A szobrokkal csak a baj van, idézhetnénk mi is Szabó Ádám szobrászművészt. Baj van velük akkor is, ha egy olyan kétdimenziós eszközön akarjuk bemutatni őket, mint a televízió. A legjobb, ha elmennek személyesen és megnézik a Fiatal Alkotók a Szobrok Városában című kiállítást, ami 2014. november végéig látogatható a Nagyatádi Turisztikai Központban.
Megkezdődött a 2014-2015. Évi Somogy Kupa sakcsapatbajnokság. A hazai együttes sikerrel vette az első akadályt, hiszen a nyitó mérkőzésen győzelmet aratott a vendég kaposvári alakulat felett. Mindkét csapat tartalékosan ült asztalhoz, és a megye székhelyiek még egy ifjúsági versenyzőjüket sem tudták elhozni a mérkőzésre. Így az atádiak egy pont előnnyel kezdhették meg a találkozót. A következő győzelmet Horváth András szerezte. Egy gyors döntetlent követően sikerült két újabb játszmát megnyerniük a nagyatádiaknak. Gyugyi Péter és Andok Áron is előnybe került, és nem is engedték ki kezükből az irányítást. Ezzel nagy lépést tettek a győzelem felé a hazaiak. Ugyan két játszmát elvesztettek, a hajrában Sasvári Tamás pontos játékkal döntötte el a mérkőzést. A találkozó végén a szerencse is a hazaiak mellé szegődött, hiszen egy vesztőgyanús állásban az ellenfél matba lépett. Kis Attila szerint a győzelem megérdemelt volt, de az eredmény azért némi szerencsét is mutat. Addi Nagyatád császárvendéglő 6,5-3,5. Győztesen állhatott fel a tábla mellől Gyugyi Péter, Fűri János, Andok Áron, Kondákor Márk, Sasvári Tamás és Horváth András. Döntetlent játszott a Somogy Kupa sakcsapatbajnokság első fordulójában Krivarics Róbert. A 7 és a 9 évesek uralták a nagyatádi futballpályát az elmúlt napokban. A Bozsik program keretében rendezett legutóbbi tornán Dekanics Márk és Mixtai Szabolcs edzők tanítványai vettek részt. Az OTP Bank Bozsik program őszi szezonjának 4. fordulóját tartottuk a múlt pénteken. Naptárilag ez lett volna a 4., viszont csak a 3., mert a rossz időjárás miatt, a sok eső miatt az egyik rendezvényünk elmaradt, amit ezen a héten fogunk pótolni, tehát ez volt sorrendben a 3. ilyen lehetősége a 7 és 9 éveseknek, hogy megmutassák a fejlődési szintjüket, hogy éppen hol tartanak. Nagy örömünkre minden egyesület részt vett a tornán minden csapattal, úgyhogy remélem, hogy hasznosnak tűnt nekik is, a gyerekeknek is, edzőknek is, szülőknek is. A nagyatádiak mellett Berzencéről, Babócsáról, Segesdről és Gyékényesről érkeztek együttesek. A gyerekek mindent megtettek, hogy bebizonyítsák edzőiknek, nem volt haszontalan a beléjük fektetett idő és energia, mert fejlődésük szemmel is látható. Apró fejlődést lehet látni, főleg a 9 éveseknél, a 7 éveseknél egy picit megrekedtek a dolgok, de a 9 éveseknél látványosabb az, hogy az egyéni képességek terén előrébb tartanak, mint az elmúlt tornákon. Azokat a szakmai irányelveket, amiket a Magyar Labdarúgó Szövetség meghatároz, nekünk próbáljuk tartalommal megtölteni ezeken a rendezvényeken. Nagyon remélem, hogy utólag majd hasznosnak értékelődnek ezek a dolgok. Az alközpont vezető szakmai szemmel is figyeli a nagyatádi gyerekek fejlődését, akinek segítői is akadnak tornáról tornára. Az ilyen tornáknak az egyik célja az is, hogy az edzők is fejlődjenek a szervezés, illetve a lebonyolítás területén. Nagy örömömre minden kollega maximálisan partner abban, hogy az előkészületek, illetve a lebonyolítás zökkenőmentes legyen. Külön köszönöm Kis Iván Gábor kollégámnak, aki a gyékényesi csapat edzője. Ő nagyon rugalmasan, nagyon talpra esette végzi a dolgát, és nagyon jó partner abban, hogy minden gördülékenyen működjön. Az OTP Bank Bozsik program keretében rendezett tornák közül az őszi szezonban Nagyatádon ez volt az utolsó ilyen sportesemény. A téli hónapokban teremtornákat szerveznek majd a fiatalok számára edzőik, hogy formában maradjanak a tavaszi fordulókra is. Egy Horvátországból érkező együttessel játszott barátságos mérkőzést az U14-es megyei válogatott foci csapat. A fiatalok Nagyatádon edzőtáboroztak, melynek záró eseménye volt a Bielovár-Bilogorszka megyeiekkel vívott találkozó. Somogy megye legjobb 14 éves focistái rúgták a bőrt a nagyatádi Módin Imre Sportcentrumban. Azok a fiatalok vehettek részt az edzőtáborban, akik a korábban rendezett alközponti tornákon kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A 2001-ben született Somogy megyei U14-es válogatott 20 játékosa van ezen a kétnapos edzőtáborban itt Nagyatádon, ami egy kiválasztó folyamatnak egy közbenső állomása, hiszen 3 alkalommal is voltak már ezek a gyerekek külön-külön, illetve így együtt még nem. Több gyerekből lettek kiválasztva, és igazából ez a megye válogatott kialakításának az utolsó lépcsőfoka, mert amikor ezt a kétnapos edzőtábort befejeztük, a következő összetartása számukra, amikor a régiós tornán Somogy, Tolna, Baranya csapatai vesznek részt. A fiataloknak délelőtt és délután is játékos edzést tartottak a szakemberek, ahol mindenki lehetőséget kapott a bizonyításra. Egy kicsit más jellegű gyakorlatokat végzünk, mint a napi munka folyamán ők az egyesületükben, és ezért a gyerekekben lehet egy bizonyos fajta kettősség is. Én úgy gondolom, hogy
ezek a gyakorlatok is biztos, hogy segíteni fogják, hogy megismerkednek egy másfajta mentalitással, egy másfajta játék filozófiával, mint amit otthon játszanak, mert ott a csapatokban az eredményt is elég keményen számon kérik rajtuk, ami igazán nem helyes, mert ők még abban a stádiumban vannak, ahol képezni kell őket. Itt nincs eredménykényszer. Az érdekel, hogy amit itt próbálunk átadni nekik, abból mennyi valósul meg. A táborban a nagyatádi gyerekek közül egyedül Mózsi Miron kapott lehetőséget arra, hogy megismerkedhessen a megye legjobb U14-es korosztályú játékosaival. Sokat edzettem, hogy ide jöjjek. Hát remek érzés itt lenni. Milyenek a csapattársak? Hogyan kell elképzelni egy edzést? Mit csináltok itt ma? Hát csapattársakkal jól össze vagyunk hát szokva. Márosan egy éve focizok velük. Hát edzéseken ugye most NB1-be játszunk, és akkor befejezéseket kell gyakorolnunk igazából. Ma ugye a megyéből a 20 legjobb játékos van itt köztük te is, és volt-e már lehetőséged megismerni őket? Hát már volt Zánkán, ott edzettünk egy néhányat, meg meccseztünk is. Hát néhányukat nem ismerem még, úgyhogy majd jó lesz majd velük összeismerkedni. A tábor záró napján egy nemzetközi találkozóra került sor, hiszen egy Horvátországból érkező együttessel játszhattak barátságos mérkőzést a somogyi gyerekek. Ennek nagyon örülök, hogy sikerült létrehozni, hiszen a gyerekek egy más futballkultúrából érkező csapattal találkozhatnak, ami a kiválasztási folyamatot biztos, hogy segíteni fogja, hisz olyanokkal kell játszani, akik majd a régiós, illetve a területi kiválasztón is ellenfeleik lehetnek. A Bielovár-Bilogorszka megyével évek óta jó együttműködést ápolnak a Somogy megyei kormányhivatal munkatársai. Így került kapcsolatba a horvátokkal Csendes Balázs is. Én úgy gondolom, hogy a horvát futball az annyival jár előttünk, hogy még néhány kanyart be kell vennünk, mire egyáltalán a hátát látni fogjuk, és tudunk tőlük tanulni mind amatőr, mind profi szinten néhány olyan apróságot, ami valahol az évek, évtizedek folyamán eltűnt a magyar futballból meg a szervezéséből. A horvátoknál közel 10 dolgoznak azért, hogy meglegyen a megfelelő anyagi támogatás a kluboknak, a játékosoknak. Tehát itt az elmúlt 20 év horvát labdarúgásának a termése az azt hiszem közismert. A magyaré is. És azt gondolom, hogy a kettőt nem lehet összevetni, és nem feltétlenül a játékosokba kell keresni egyébként a hibát. A közeg az, ami még nagyon érdekes tud lenni, hogy ők hogyan viszonyulnak a magához a játékhoz, és azt gondolom, hogy tanulnunk kell. Az U14-es megyei válogatottnak első alkalommal volt lehetősége egy horvát csapattal játszania. A találkozó végeredménye 2-2 lett. Én azt gondolom, ez egy jó tapasztalatszerzés és erőfelmérő. Tehát ha saját magunk környezetében bizonyulunk a legjobbnak, az is egy szép eredmény, de az nemzetközi összevetésben lehet, hogy nem sok mindent ér. És ezeket a tapasztalatokat minél korábban meg kell szerezni egy játékosnak ahhoz, hogy sikeres pályafutást tudjon befutni, én azt gondolom, illetve hasznára legyen a magyar futballnak, és itt az amatőr futballt is ez alatt, mert ezeket a tapasztalatokat lehet, hogy később vezetőként vagy edzőként fogja alkalmazni vagy továbbadni. És ezek a mérkőzések ezek ezért fontosak. Tehát tervezzük azt, hogy nem csak ebben a korosztályban, hanem más korosztályban is megyei válogatottakat állítunk, illetve biztosan már kaptunk meghívást a 97-98-asokkal kapcsolatban, úgyhogy a tavasszal őket elviszük Horvátországba hozzájuk egy mondjuk így, hogy erőfelmérő mérkőzésre, de szeretném bevonni ebbe az öreg fiúkat is, a megyei amatőr felnőtt válogatottunkat is, mert egy más közegből más tapasztalatot tudunk, szerintem pozitív tapasztalatot tudunk hazahozni, és hogyha ez terjedne, akkor talán a közeg is változna a labdarúgás körül, a mérkőzések körül. A Horvát Labdarúgó Szövetség képviselői elmondták, Bielovár-Bilogorszka megyében 130 ezeren laknak, és összesen 147 csapat futballozik az egészen fiataloktól a legidősebbekig. Bielovár-Bilogora megyében jelenleg 8200 igazolt labdarúgóval rendelkezünk. A labdarúgó bajnokságunk a megyében úgy van megszervezve, hogy van egy megyei első osztály 16 csapattal, és 2 másodosztályú csoport észak-dél, és ezeket úgy próbáltuk megszervezni, hogy a labdarúgó klubjaink minél kevesebb költségvetéssel tudják megoldani a rájuk háruló feladatokat.
Az utánpótlás nevelésre is nagy figyelmet fordítanak a horvátok. Bjelovár-Bilogorszka megyében 14 különböző ligában több mint 80 csapattal képviseltetik magukat. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy éves szinten legyenek foglalkoztatva a labdarúgóink, tehát tavasszal, nyáron, ősszel, míg télen különösen a fiatalokra fordítunk figyelmet, hogy a teremlabdarúgó bajnokságok szervezésével foglalkoztassuk őket. A horvát labdarúgó válogatott első hivatalos meccsét 1940-ben játszotta. Azóta meg annyi világhírű focista nevelődött már ki a szövetségnek köszönhetően. Azok a fiatal labdarúgók, akik elkezdik a focit, mindenek előtt tehetséggel rendelkeznek, és meg kell rögtön említenem azokat az edzőket, szakembereket, akik velük foglalkoznak, és akik szintén tehetségesek, és átadják azt a tudást, amivel ők rendelkeznek, és a kettő adja össze magát úgy, hogy olyan világsztárokkal rendelkezzünk, mint amilyenekkel, mert ugye a focit elkezdik a zöld gyepen, egy közönséges zöld gyepen játszanak, és utána mind feljebb és feljebb küzdik föl magukat, és a végén hát olyan sztárjaink is vannak, mint Modric, Rakitic, Mandzukic és többiek. Mi egy ilyen nép vagyunk, tehát akik arra törekszünk, hogy mindig a legjobbat hozzuk ki magunkból. A Bjelovár-Bilogorszka megyei szövetség elnöke bizakodóan nyilatkozott a magyar futballról, aki szerint néhány év múlva jelentős fejlődés várható a csapatoknál. Én még emlékszem az aranycsapatra, az akkori idők magyar labdarúgóira, akik világszínvonalon játszottak. Sajnos később ez már nem is vétlődött meg, és a magyar foci visszaesett, de az Somogy megyei labdarúgó szövetség ügyvezetőjével és történt tárgyalás és beszélgetés alapján, valamint a személyes benyomásaim alapján, amit itt szereztem, úgy gondolom, hogy rövidesen visszaáll, és az a rövidesen ez pár év arra az útra, amely ismét eredményre fog vezetni a profi foci szintjén, mert az a munka, amit itt a magyar barátaink befektetnek, és amilyen rendszerben dolgoznak amatőr szinten, az igenis meg fogja hozni a gyümölcsét, és kívánom is, hogy olyan szomszédaink legyenek, akik a fociban is a legjobbak között lesznek. A Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy megyei igazgatósága célul tűzte ki, hogy a jövőben más korosztályú megyei válogatottakat is elvisznek Horvátországba játszani. Megtaláltunk nagyon hamar a hangot. A két ország kulturális közelsége azt gondolom kell hozzá. Tehát a nyelv, amennyire szétválaszt bennünket, a szokásaink meg nagyjából annyira hoznak össze. Amint a nyelvi problémákon át tudunk lépni, egy ismerős közegbe kerülünk. És én ezt a másik oldalról is így érzem. Tehát nagyon szívesen jönnek hozzánk, és mi is szívesen megyünk, amikor van rá lehetőség, tapasztalat cserére, és nem szégyen kimondani, tanulni is. Ami már biztos, hogy a 97-98-as születésű játékosok 2015 tavaszán utaznak a horvátokhoz, hogy egy barátságos mérkőzést játszanak velük, s idővel az öreg fiúkat is szeretnék bevonni ebbe a kapcsolatba, jegyezte meg Csendes Balázs. Kedves nézőink, mai adásunk ezennel véget ért. Friss hírekkel egy hét múlva várjuk Önöket a készülékek elé. Társalgunk vendége Orma István polgármester lesz, akivel a folyamatban lévő beruházások mellett az 5 éves városfejlesztési programról is beszélgetek. Tartsanak velünk a folytatásban is! Adásunk folytatásában Társalgó című műsorunkat láthatják. Köszöntöm a esti vendégemet, Orma István polgármestert. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az elmúlt napokban újjáalakult, illetve kicsit átszerveződött a Rinyomenti Kistérség több célú önkormányzati társulási tanácsa. Elnöki feladatokat öntölti be. Egy kicsit beszélgessünk arról, hogy milyen az együttműködés a polgármesterek között, mik a főbb feladatok. Egy nagyon hosszú előzményre visszatekintő együttműködéshez, hiszen két évtizede dolgozunk együtt ebben a kistérségben,
most már járásban azok a települések, amelyek ide tartoznak. Folyamatos ez az együttműködés, és ez az újjáalakulás is azt bizonyította, hogy a polgármester kollégák és az érintett önkormányzatok fontosnak tartják, hogy bizonyos feladatokat közösen lássunk el. Ezek között vannak olyanok, amelyek folyamatosan jelen vannak a munkánkban, és hát vannak nyilván alkalom szerint megjelenő tennivalók. A legfontosabb az az, hogy az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeletet közösen biztosítjuk a járás területén. Ez egy nagyon fontos szolgáltatás és ellátási forma, és ebben a közös szolgáltatás-ellátásban tudjuk a leghatékonyabban és a legprecízebben, legjobban megvalósítani az orvosi ügyelet biztosítását. A másik terület ez a szociális ellátás. Ez is a teljes járásra, kistérségre kiterjed. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezen a területen is szinte teljes körű az együttműködésünk, minden település részese ennek az ellátási formának, intézmény fenntartó a társulás. Ez azt jelenti, hogy a szociális szolgáltató központot, ami tulajdonképpen szervezi a szociális ellátási formákat és szolgáltatásokat, ennek a fenntartója, ennek a központnak a fenntartója a társulási tanács. Ez egy fontos tényező, hiszen egy intézménynek vagyunk a gazdái, az ellátás pedig a járás területén élő valamennyi embert érinti. A bölcsőde még az, amit közösen működtetünk, ez pedig azért fontos, mert az önkormányzatoknak a másik kettőhöz hasonlóan, amiről beszéltem, kötelező feladata 3 éves korig is a nappali ellátását biztosítani a kisgyerekeknek. Ezt a nagyatádi bölcsőde fenntartásával tudják a települések megvalósítani. Vannak természetesen olyan tennivalóink, amelyek alkalom szerint jelennek meg a munkánkban, ahogy utaltam is rá, így a rendőrséggel kapcsolatos, a közbiztonsággal, közrenddel kapcsolatos kérdések, hiszen rendszeresen kapunk tájékoztatót a rendőrkapitánytól arra nézve, hogy mi a helyzet ezen a területen, vagy például a közösségi közlekedés, menetrendösszeállítás, ennek a feltételei hogyan alakulnak, erről is rendszeresen tanácskozunk. Tehát én úgy látom, hogy eredményes, hatékony és fontos az együttműködés. Annál is inkább, és talán ez az összefoglalása is lehetne ennek a közös munkának, hogy hosszú távon kell gondolkodnunk. Vannak időszakok, amikor egy településen jobban alakulnak a dolgok, a másikon kevésbé eredményesen. Ezek kiegyenlítődnek, és hogyha egymást segítjük a különböző feladatok megvalósításában, akkor ez a hosszú távú együttműködés mindenki számára hasznos, és ennek az egyik megnyilvánulási formája mindazon túl, amiről beszéltem, ez a területfejlesztés. A pályázati támogatások, az Európai Uniós források ide hozatala ebbe a járásba, ebbe a kistérségbe, ez egy hosszú távú közös célunk, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy ebben is együtt tudunk működni. Egy másik társulásnak is tagja a Nagyatád Város Önkormányzata, ez pedig a Szennyvíz Társulás. Egy kicsit beszélgessünk arról, hol is tart most ez a beruházás. Igen, 9 település alakította meg ezt a regionális Szennyvíz Társulást, ami tulajdonképpen ezen települések csatornahálózatának a kiépítésére és a Nagyatádi Szennyvíztisztítónak a átépítésére, korszerűsítésére jött létre. Ez is egy olyan összefogás, egy olyan együttműködés, ami nélkül ez a fejlesztés nem valósulhatott volna meg. Tulajdonképpen ugye a közös érdeknek a felismerése vezetett oda, hogy létrehoztuk ezt a társulást. Ugye 5 milliárd forintos beruházást valósítunk meg, ez nettó 5 milliárd forint. Ez nagyon jelentős fejlesztés. A kivitelezés folyamatban van, mindenütt dolgoznak a kivitelezők, beruházásnak a megvalósítása tulajdonképpen zökkenőmentesen halad.
a kivitelezés a csatornázás vonatkozásában 90% fölött van, általában, átlagosan mondom ezt, vannak települések, ahol tulajdonképpen elkészült a csatornahálózat. Ebbe beleértem én a települések közötti csatornáknak az építését is, tehát egy jó stádiumba kerültünk. A tisztítón, a szennyvíztisztítón is zajlanak a kivitelezési munkák, ott különböző műtárgyak készülnek, tulajdonképpen a nagyatári szennyvíztisztító újjáépül, egy teljesen új technológia kerül telepítésre, új műtárgyakat építenek, a régieket, amelyeket még használni fogunk, teljesen korszerűvé teszik, felújítják, tehát ez a munka is nagyon jó ütemben halad, 70-90% között van az egyes feladatoknak a megvalósítása, és van egy iszapkezelő telep egy másik helyen, ott pedig 70%-os készültségben van a kivitelezés, tehát gyakorlatilag tudjuk azt mondani, hogy a jövő év elején a próbaüzem megkezdődhet. Ez azt feltételezi, hogy úgy a szennyvíztisztító, mint a csatornahálózat működőképes állapotba kerül, és nyilvánvalóan ez azt is jelenti, hogy a terveink szerint 2015 nyarán átadásra kerül ez a létesítmény. Ez egy nagyon jelentős előrelépés. Minden település egy új infrastruktúrális rendszerrel gazdagodik, jobb lesz a településeknek a komfortja, és hát a nagyatádi tisztító korszerűsítésével pedig elérjük azt, hogy a mai kor színvonalán álló módon tudjuk tisztítani a szennyvizet minden körülmények között biztonságosan, és minden a környezetet zavaró hatás, szaghatás, zajhatás meg fog szűnni, és ráadásul egy energiatakarékos módon kevesebb elektromos energia felhasználásával működtethető szennyvíztisztító lesz Nagyatádon. Október közepén megalakult a Nagyatád város önkormányzatának képviselőtestülete is. Azóta már túl vagyunk egy soros ülésen is. Mik a legfontosabb feladatok most? Hát igen, tulajdonképpen elkezdtük a munkát minden zökkenő nélkül. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy a tennivalóinkra tudunk figyelni, koncentrálni, hiszen akkor tudunk hatékonyak és eredményesek lenni, hogyha mindennapi munkában is, és a céljaink, a hosszabb távú céljainknak a megfogalmazásában is naprakészek vagyunk, és közösen tudunk gondolkodni, elhatározásokat hozni. Talán ezen a két területen lehet beszélni arról, hogy mit is teszünk. Az egyik feladat a jövő évi költségvetésnek az előkészítése. Ugye itt az év vége tulajdonképpen. Novemberben tárgyaljuk azt az előterjesztést, ami a 2015-ös év gazdálkodásának a főbb szempontjait fogja rögzíteni, és áttekinti azt, hogy milyen lehetőségeink lesznek 2015-ben. Végig gondolja az előterjesztés és ennek a tárgyalása azt, hogy melyek legyenek azok a célok, amiket meg akarunk valósítani a következő évben. Ezt nyilvánvalóan alapvetően az befolyásolja, hogy az ország költségvetési törvénye milyen lehetőségeket, milyen forrásokat biztosít az önkormányzatok számára. Vannak változások a törvénytervezetben, amelyek érintenek bennünket különböző szempontból. Ami ezek közül a legfontosabb, az két dologban foglalható össze. Az egyik, és ugye ez a költségvetési törvényhez kapcsolódó adótörvényekben fogalmazódik meg, hogy egy nagyon tág teret nyitanak az önkormányzatok számára különböző új adónemeknek a bevezetésére. Itt az előzetes megbeszélések és egyeztetések szerint Nagyatádon nem akarunk semmilyen új adót bevezetni, és a meglévőeknek a mértékét sem akarjuk megemelni. Tehát én azt hiszem, és a tapasztalatunk azt mutatja, hogy a mostani helyi adóknak a köre és mértéke, ez tükrözi azt, hogy milyen a teherbíró képessége a lakosságnak és a vállalkozói gazdasági szférának. Ezt az elmúlt évek bebizonyították, hogy jól tudtuk meghatározni, hiszen nagyon magas arányú a helyi adóbefizetésnek a teljesítése
amit köszönök szépen a nagyatádiaknak is és a gazdasági társaságoknak is. Ez egy nagyon fontos mutatója a helyi társadalom viszonyának a településünk nagyatád életéhez, és nem akarunk ezen változtatni. Hozzájárulnak a nagyatádiak és a gazdasági társaságok a város működéséhez, a szolgáltatások biztosításához. Ezt köszönjük szépen, de nem akarunk újabb terheket róni rájuk. A másik az a szociális ellátás. Itt várható az egyik legnagyobb változás. Ez a változás abban foglalható össze, hogy egyre kevesebb szociális jellegű támogatást lehet adni az embereknek, az arra rászorulóknak, és ennek egy nagyobb arányát kell helyi, saját forrásból biztosítani. Ez egy összetett, azt is lehet mondani, hogy nehéz helyzetet fog teremteni, hiszen azért látjuk, hogy nagyon sokan vannak, akiknek vagy nincs munkájuk, vagy különböző családi, egzisztenciális, jövedelmi viszonyok miatt vannak, kerülhetnek tartósabban, vagy időlegesen nehéz helyzetben. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy legyen egy olyan szociális háló és ellátórendszer, ami segítséget tud nyújtani. Most ennek az átalakítása, ahogy jeleztem, meg fog valósulni, a költségvetési törvény ezt már mutatja. Azt kell átgondolnunk, hogy milyen módon akarunk segíteni az arra rászorulóknak. Az én álláspontom az, hogy nem szabad senkit magára hagyni, nem szabad senkit, egyetlen családot sem lehetetlen helyzetbe hagyni, segíteni kell nekik. Meg fogjuk találni ezután is ennek a módját, más feltételek között, sokkal nagyobb saját erőforrás ráfordítással. Ez egy nagy dilemma, és én azt gondolom, hogy komoly gondolkodást és elhatározásokat igénylő témakör lesz a költségvetés előkészítése és elforgatása során. Beszéltünk már róla, akár itt talán még a stúdióban is, az 5 éves városfejlesztési programról, mert gondolom azért kicsit a költségvetéshez is hozzá csatlakozik, társul hozzá. Mit kell tudni erről, mik lesznek a legfontosabb beruházások az elkövetkezendő időszakban? Igen, így van, és azért is kapcsolódik a 2015-ös városi költségvetéshez, mert az előkészítésre mindenképpen kell majd pénzügyi forrásokat rögzítenünk a költségvetésbe. Ez egy nagyon fontos terület. 5 évre tervezünk. 2015 áprilisát határoztuk meg, hogy elkészítjük ennek az 5 évnek a városfejlesztési gazdasági programját. Ezek a céljaink lesznek, hogy mit akarunk elérni, mik azok a fontos dolgok, amelyek a nagyatádiak számára fontosak. És talán itt van most a lényege ennek a programnak, mert mik azok a dolgok, amik a nagyatádiak számára fontosak. Erre a kérdésre nyilván nagyon-nagyon sok mindent tudunk, és én is tudok mondani, hiszen itt élünk Nagyatádon, ismerjük a nagyatádiaknak a gondolkodását, a szándékait. Azonban azt szeretném, ha a feltételek, a lehetőségek és más szempontok megismerésével egy személyes kapcsolatrendszer keretében fogalmaznák meg a nagyatádiak azt, hogy mit tervezzünk be ebbe az 5 éves programba. Ezért a következő hónapokban sok személyes találkozót fogunk szervezni a nagyatádiakkal, a vállalkozókkal, a civil szervezetekkel, a sportolókkal, az egyes városrészek lakosságával. Tehát sok ilyen jellegű kezdeményezésünk lesz majd, amikor személyes találkozó keretében elmondom azt, hogy mit gondolunk mi, de még inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mit szeretnének, mit akarnak a nagyatádiak. Így fog összeállni ez a városfejlesztési program, és ennek március végére kell, hogy ez a része megvalósuljon, ezek a személyes találkozók, lakossági fórumok és olyan alkalmak. Például azt is tervezem, hogy kérdőíveket fogunk kiadni elektronikusan is, papíralapon is, amivel jelezni tudják a nagyatádiak, hogy mit szeretnének egy viszonylag könnyen áttekinthető rendszerbe szedve
fogjuk megkérdezni őket, hogy melyik területen mi a véleményük, javaslatuk. Változás várható a középfokú szakképzésben, illetve a gimnáziumi képzésben. Erről beszélgessünk egy kicsit, mit kell tudni ezekről. Ja, csupa olyan dolog jön most szóba, ami a jövőről beszél, és a jövőt határozza meg. Ez is így van. Ugye a sajtóból és néhány más forrásból arról értesülhettünk mindenki tulajdonképpen, hogy a köznevelés és a közoktatás területén egy újabb, én úgy gondolom, hogy nagyon jelentős változás fog bekövetkezni. Részesei voltunk már egy ilyen változásnak, amikor ugye állami fenntartásba kerültek a közoktatási köznevelési intézmények. Most egy következő lépésként a középfokú oktatásban lesz, én azt hiszem, hogy nagyon jelentős stratégiai fontosságú átalakítás. Ez tulajdonképpen a gimnáziumi képzés, oktatás és a szakközépiskolai képzés, oktatás szétválasztása. Talán ez az egyik fontos eleme ennek. A másik pedig, hogy a diákok, a tanulók irányítása, orientálása a szakképzés felé, a gimnáziumi oktatás helyett, mellett. Ez azért érdekes, mert ugye Nagyatádon két olyan intézmény is van, amelyek ezzel a területtel foglalkoznak, és nem mindegy az, hogy mi fog történni, hogy ezek a változások hogyan érintik konkrétan és közvetlenül a nagyatádi iskolákat. A dolognak ugye van egy érdekes vetülete, mégpedig az, hogy ezek az intézmények, ezek állami fenntartásban vannak, tehát tulajdonképpen ez a folyamat egy állami fenntartói rendszeren és döntési rendszeren keresztül fog megtörténni. Ezek az iskolák azonban itt vannak Nagyatádon. Nagyatádi pedagógusok dolgoznak ott, nagyatádi gyerekek nagyon sokan járnak ezekbe az iskolákba. A témához kapcsolódik, hogy Nagyatádnak és a környéknek van egy gazdasági szerkezete. Ha szakközépiskoláról, szakképzésről beszélünk, akkor nyilván nagyon fontos, hogy a helyi sajátosságok, a helyi gazdaság szakember igénye figyelembe legyen véve. Tehát egy olyan fajta gondolkodást kell itt megvalósítani, érvényesíteni, ami azt segíti, hogy ezek a képzési formák, ezek az iskolák, ezek tovább tudjanak dolgozni, tovább tudjanak működni, esetleg más szervezeti keretek között. Én meghatározó fontosságúnak tartom azt, hogy Nagyatádon legyen egy jó színvonalú, szertágazó, képzés biztosító, hatékony, szakképző, szakmunkás képző rendszer, iskola, és legyen gimnázium. Mindenképpen legyen továbbra is gimnáziumi képzés. Mind a két területen nagyon jó eredményei vannak a nagyatádi érintett iskoláknak. Ezekre az eredményekre építve, és arra a területre, ahonnét érkeznek a diákok és a gyerekek Nagyatádra, és amilyen sokan vannak ezekben az iskolákban, az én elvárásom, szándékom, hogy mindenképpen a szakképzés is, és a gimnáziumi oktatás képzés is tovább folytatódjon Nagyatádon. Ebben nagyon fontos szerepe van az iskoláknak, az érintett iskoláknak, ugye az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola, és a szakképzőiskola. Fontos szerepe van a nagyatádi tankerületnek, és természetesen mindenkinek, aki valamilyen módon részt vesz majd ebbe a gondolkodási folyamatba, döntés előkészítésbe, a döntésekbe. Én azt hiszem, hogy ha valamiben, akkor ebben a témában már most közösen kell gondolkodni, egymást kell, hogy erősítsük. Az iskolák, a tankerület, az önkormányzat és minden más szereplő ugyanazt kell, hogy képviselje Nagyatádon, ezek a képzések az átszervezés, átalakítás után is folytatódjanak. Egy kicsit visszatérhetünk a költségvetésre, hiszen az Európai Uniós támogatásokról is beszélgetnünk kell. Lehet-e már előre látni, hogy mely területeket fogja majd érinteni ez, mely területre lehet még több pénzt idehozni a városba?
Van egy ilyen közös gondolkodás, tervezés, nagyon jónak tartom ezt. Ez egy megyei szintű, jól átlátható, közvetlen részvételt biztosító tervezési folyamat. Ezek mindegyike nagyon fontos. Átlátható, tudjuk, hogy mi történik, hogy a mi céljaink, szándékaink hogyan illeszkednek egy a pályázati források felhasználását célzó tervezéshez. És közvetlen a részvétel, ez pedig azért fontos, mert látjuk, hogyha a tervezési folyamatban valamilyen szempont vagy szempontok változnak, akkor a saját álláspontunkat, szándékainkat hozzá tudjuk ehhez igazítani. Zajlik ez a tervezési folyamat. Most azt látszik, hogy 2015-2016 években elindítandó fejlesztési programokra koncentrál a tervezés. Tehát azt keresi, hogy melyek azok az előkészíthető fejlesztések, amelyek ebben a két évben biztosan elindíthatóak. Ez azért fontos, hogy minél gyorsabban és minél biztosabban kezdődjön meg az Európai Uniós támogatásoknak a felhasználása. Hiszen ezek a beruházások, ezek hosszúak, időigényesek. Erről már többször beszéltem. Most is ugyanígy van. Mi most ebben a struktúrában és ebben a két éves időszakban azt a program részt szeretnénk megvalósítani, amelynek ugye a központi eleme a déli iparterület fejlesztése, hogy ott a gazdaság fejlesztésére alkalmas infrastruktúrális beruházások valósuljanak meg, hogy tudjanak ott a szintén nagyon sok támogatást elnyerő, kapó vállalkozások fejlesztéseket megvalósítani. Tehát mi a telephelyeket, műhelyeket, üzemcsarnokokat biztosítjuk, ez a mi dolgunk, hogy kiépítsük, ehhez nagyon-nagyon sok beruházási jellegű feladatot kell megvalósítani, elsősorban infrastruktúrát kell ott biztosítani, és a gazdaságélet szereplői pedig külön pénzügyi alapból kapnak támogatást és pénzt arra, hogy beruházásokat valósítsanak meg, új termelő egységeket hozzanak létre, ezáltal új munkahelyeket teremtsenek. Tehát ez a legfontosabb nekünk, hogy a déli iparterület fejlesztését el tudjuk kezdeni. A másik, hogy nyilvánvalóan a saját feladatellátásunkhoz kapcsolódóan óvodai felújítást, korszerűsítést akarunk megvalósítani. Van az Európai Uniónak egy olyan szempontja, amelyet ugye a magyar kormány beemelt a támogatandó célok közé, ezek pedig a települési építészeti értékeknek a megőrzése, megújítása. Mi a Széchenyi téren és környékén akarunk dolgozni. Valamennyi régi védett épületünknek a felújítását és új funkcióval való ellátását akarjuk megvalósítani ott, ahol ugye ezek nincsenek még jelen, tehát 2-3 olyan épületünk van, amelyeknek a felújításával ott új szerepkört tudunk majd biztosítani. Tehát ez a harmadik, amit látunk, hogy ebben a két évben meg lehet valósítani. A negyedik a kerékpárút, a nagyatádi kerékpárútnak az átalakítása és kibővítése. Ez is reális célnak látszik. És a nagyon fontos valamennyünk számára, mindjárt elmondom, hogy miért is, ez pedig ugye az energetikai fejlesztések, ezen belül is ugye a távfűtőműnek a bővítése, a korszerűsítése, a hatékonyságának növelése. Tehát a termálvíz sokkal nagyobb arányú felhasználása a távfűtésben, és új fogyasztóknak a rákapcsolása a rendszerre. Ez azért fontos, mert nyilvánvalóan azok a lakások, amelyek a távfűtésben érintettek, ott jelentős megtakarítást érnek el az ott lakó nagyatádiak. Ugyanakkor önkormányzati intézményeket kapcsolunk rá erre a rendszerre, ahol az önkormányzat is nagyon jelentős energia megtakarítást és költség megtakarítást ér el. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy az itt megmaradó pénzt, amit nem kell kifizetnünk gázra, tehát megtakarítást érünk el, ez sok millió forint. Ezt a város más
célú fejlesztésére, mondjuk a közterületekre tudjuk fordítani. Tehát ez még az a programelem, amit most ebben az időszakban megvalósítandónak, megvalósíthatónak látok. Mindegyiknek hosszabb előkészítési időszaka van, és ezért is kapcsolódik például a 2015-ös költségvetéshez, mert ugye ezeknek a fejlesztésnek az műszaki előkészítése például már pénzt igényel, amit oda be kell majd terveznünk. Az elmúlt percekben a jövőbeli beruházásokról beszélgettünk, most beszélgessünk a jelenleg is folyamatban zajlókról, hiszen van jó pár a városban. Valóban ez egy nagyon szép része ennek a munkának, ennek a feladatnak, hogy perspektívikusan is kell dolgozni, gondolkodni, elhatározásokat hozni, és hát a mindennapokban is tevékenykedünk. Ugye itt most az időjárás is engedi ebbe a őszi időszakba azt, hogy még dolgozzunk kint a közterületeken is. Van egy együttműködésünk az E.ON-nal, akik tulajdonképpen itt a városban a közvilágítás korszerűsítését, felújítását valósítják meg néhány szakaszon. Alapvetően az a célja ennek, hogy a földben lévő földkábelek kicserélésével ne forduljanak elő zárlatok a rendszerbe, és a közvilágításnak a működését ez ne zavarja, és hát nagyon sok oszlopot is kicserélnek, ami az E.ON saját beruházásában és saját pénzéből valósul meg, nyilván velünk együttműködve és egyeztetve végzik ezt a munkát, de ennek része például a önkormányzati intézmények áramellátásánál szintén a vezetékek, a trafóknak a kicserélése, tehát ez egy nagyon fontos korszerűsítési munka. A város területén több helyen járdafelújítást végzünk, dolgoztunk a Napfény utcában itt ősszel, a Munkácsi utcában, a Rákóczi utcában, most a Kossuth utca belső területén dolgoznak a mi munkatársaink, és a Dózsa-György utcának a nyugati oldalán egy nagyobb járdafelújítást valósítunk meg, tehát ezek még most itt ősszel meg fognak valósulni. A Városgondnokságnak a szakemberei önkormányzati lakásokat újítanak fel, tehát ezt a munkát is tudjuk most végezni, úgyhogy sokfelé dolgozunk a városban, addig, amíg lehet, és hát természetesen azt látják a nagyatárgyak, hogy a közmunkások pedig azon dolgoznak, tevékenykednek, hogy minél rendezettebbek legyenek a közterületek, és hát annyit hadd tegyek hozzá az előző témákhoz, hogy 2015-ben az egyik kiemelt célnak látom én a közterületeknek a fejlesztése, ebben járdafelújítások, új játszótéri eszközök beszerzése, csapadékvízelvezető rendszereknek a korszerűsítése is szerepel. Tehát úgy látom, hogy a nagy beruházásainkat ebben az évben befejeztük, a következő nagy beruházásoknak az előkészítését végezzük, és eközben így a közterületi munkában is szeretnénk eredményesen dolgozni a következő évben. A térfigyelő kamerákról is váltsunk egy pár mondatot, jelenleg 4 van a városban, azonban információink szerint bővül ezeknek a száma. Így van, készítettünk a rendőrséggel együttműködve egy programot, hogy a városnak melyek azok a közterületei, ahol indokolt térfigyelő kameráknak az elhelyezése. Ez egy átfogó program, és ennek az ütemezett megvalósítását kezdtük el. Meg is kötöttük azt a szerződést, amelynek értelmében most 7 új kamerát helyezünk el. Ezekről azt kell tudni, hogy éjjel-nappali üzemmódra alkalmasak, tehát éjszaka is használható felvételeket tudnak készíteni, és a felvételeknek a rögzítése az egy átjátszó rendszeren keresztül a Városházán történik, tehát ez egy nagyon biztonságos és nagyon hatékony térfigyelő rendszer, aminek a kiépítése most megkezdődik. A vásárcsarnoknak a nyugati oldalán, a kisüzletek előtt helyezünk el 2 új kamerát. Az aradi Kossuth utcai átkötő sétányon helyezünk el egy új kamerát. Ezek a kamerák tulajdonképpen egy egységes rendszert fognak képezni, hiszen az a 4 meglévő kamera, ami van már, az ezen a szakaszon került elhelyezésre korábban. A Kossuth utcának a keleti oldalán
két kamerát fogunk elhelyezni, tehát ez is mutatja, hogy egy egységes rendszert akarunk kialakítani, és a Beregszászi utcában, valamint a Szabadság téren fogunk még térfigyelő kamerákat elhelyezni. Ezek tulajdonképpen azt a célt szolgálják, hogy a város frekventált helyein folyamatos 24 órás felvétel készüljön. Az biztos, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol térfigyelő kamerák vannak, ott a közterületeknek a rendje az sokkal jobban megvalósul, biztonságosabbak ezek a helyek. Tehát elkezdtük ezt a munkát, most ez az ütem készül el, és jövőre folytatjuk a térfigyelő kamerák elhelyezését a város közterületein. Kicsit beszélgessünk még az elkerülő útról, ott hogyan zajlanak a munkálatok? Dolgoznak a kivitelezők, hát ez az esős nyár, ősz, ez azért jelentősen nehezítette a munkájukat. Tulajdonképpen a hídpálya készen van a Rinyán átvezető hídon. Ez egy nagyon nagy munka volt, és nagyon szép feladat tulajdonképpen. Egy új hídépítése az mindig olyan kicsit olyan jelképes is, hogy valami új, valami egészen különleges készül. Hordják a híd felvezető szakaszára a kő alapot biztosító anyagot, tehát egy ilyen anyagbehordás zajlik. Javítják azokat az eső által okozott kimosódásokat, amik ugye megtörténtek. Azoknak az átereszeknek a lecsövezése zajlik, amelyek, tehát ezek a kis vízelvezető árkok, amelyek keresztezik az elkerülő utat. Itt nyilván ezeknek a csőrendszerét készítik el, tehát folyamatosan dolgoznak, időarányosan végzik a munkát. Most már lehet látni mind a két végéről, hogyha 68-as útról ránézünk az épülő elkerülő útra, akkor látjuk mind a két csatlakozási ponton, hogy tulajdonképpen a földmunkák pedig elkészültek, és az időjárás függvényében folytatódik, és éppen most egyeztettek a munkatársaimmal, a kivitelezők, hogy folytatódik a kőalapoknak a behordása az útpályára. Ezt a téli időszakban is lehet végezni ezt a munkát, és hát ahogy az időjárás engedi, tavasszal, nyár elején pedig az aszfaltozás fog megkezdődni, úgyhogy jövő nyárra elkészül a Nagyatádot elkerülő út. Köszönjük szépen, polgármester, a tájékoztatást, és akkor az imént beszéltekhez, illetve az előkészítő munkálatokhoz jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mai adásunk ezennel véget ért. Tartsanak velünk egy hét múlva is, további szép estét, kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra. Fortuljon minden terve gyászba, most meg